Jó, rendben. Nyírtelek határában szedték pár napja ezeket a gombákat. Közel 2 kilónyi mennyiséget hozott be az úriember, a terítés és vizsgálat során pedig a szakértő megállapította, hogy nincs benne mérgező, így bátran fogyasztható a szegfűgomba. És mi lesz belőle, azt lehet már tudni? Hát, így, hogy be van vizsgálva, és lehet? Mert tudom, az asszony dolga a főzés, úgyhogy ő fogja majd. De akkor ez lehető. Lehető, jó. Hát nagyon szépen köszönöm. Érdemes kicsit távolabb is menni annak, aki jó minőségű gombát szeretne találni a túra során. Újhutáról például vargány gombát hoztak bevizsgáltatni. A leggyakoribb gombák most az őzlábgombák, csipelke, szegfűgomba, vargánya, pöfhetek gombák, meg nagyon sok mérgező csipelkét hoznak most be, és nagyon előjött az erdőben. A laikus gombászok gyakran keverik össze a szegfűgombát a parlagi tölcsérgombával, a karbolszagú csiperkét pedig az ehető csiperkével. Megkülönböztetni ezeket a lemezük, tönkjük és kalapjuk alapján lehet. Manapság már szinte mindenre van valamilyen applikáció, így természetesen a gomba meghatározásához is. Bár ezek az alkalmazások nagyon hasznosak tudnak lenni, azért nem szabad vakon megbízni bennük. Nekem az a tapasztalatom, hogy legutóbb behoztak egy ehetőnek minősített gombát, amit az applikáció ehetőnek minősített. Azt mondta az applikáció, hogy ez a rizike, és egy begöngyölt szélű cölöp faj volt, egy mérgező. A szakember azt tapasztalta, az elmúlt 5 évben elindult egy fejlődés. Egyre többen figyelnek oda, hogy a különböző helyről begyűjtött, vagy különböző fajtájú gombákat jól elkülönítve tárolják. De még így is a gombavizsgálóba bevitt növények 60%-a mérgező.